zárt ajtók mögött tárgyalta egyetlen napi rendi pontját Paks jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottsága. A szerda délelőtti ülésen egy esetlegesen fennálló összeférhetetlenséggel kapcsolatos témakör megvitatása várta a grémium tagjait. 3000 fő feletti lakossági számú főállású polgármester más kereső tevékenységet nem folytathat, és egyéb tevékenységért díjazást nem fogadhat el. Polgármester úr már az előző bizottsági ülésen elmondta, hogy Paks 2 felügyelőbizottságában ő díjazást fogadott el éveken keresztül. Ezen díjazás megalapozta az összeférhetetlenségi eljárást. A bizottság elnöke szerint méltatlansági eljárást azért indítottak volna, mert a polgármester szerinte nem hozta a testület tudomására a további kereső tevékenységet. A témáról a bizottság mintegy egy órás tárgyalást követően határozott. Fidesz-KDNP által biztosított többség azt a döntést hozta, hogy nem összeférhetetlen és nem méltatlan az eljárás, és hogy ne vigyük ezt képviselőtestületi ülés elé. Mert én ugye azt kértem, hogy döntsünk arról, hogy ez az eljárás elinduljon, melyről majd a képviselőtestület dönteni fog. Heringes Anita hozzátette, a jövőben a grémium vezetőjeként az esetlegesen fennálló összeférhetetlenség, valamint a méltatlansági eljárás kezdeményezése miatt a kormányhivatalhoz kíván fordulni. Nincs összeférhetetlenség, nincs méltatlanság. Így reagált Paks polgármestere, Szabó Péter szerint március 11-i lemondásával megszüntette az összeférhetetlenséget. Már a bizottság összehívásakor sem állt fent ez az összeférhetetlenség. Méltatlanságról is volt szó. Méltatlanságról én azt gondolom, hogy akkor beszélhetnénk, ha rossz hiszeműen eltitkoltam volna ezt a fajta összeférhetetlenséget, de a bizottságot is tájékoztattam a megszüntetéssel párhuzamosan. Tehát én azt gondolom, hogy a méltatlansággal kapcsolatban is valótlanok azok az állítások, amelyeket az ellenzék megfogalmazott. Paks polgármestere szerint az ügy része az ellenzék lejárató kampányának. Tökéletesen beleilleszkedik abba a PDF által 2019 óta folytatott politikai lejárató kampányba, amely eddig a PHG ügyében a hulladékgazdálkodással kapcsolatban csúcsosodott ki. Ott is most már a PDF képviselőinek papírjuk van róla, hogy az általuk elmondottak köszönő viszonyban sincsenek a valósággal.